Két év kihagyás után újraindul a mesterséges megtermékenyítési program. Románia volt az egyetlen uniós állam, amelyik nem támogatta a meddőségi problémákkal küzdő párokat. Az egészségügyi minisztérium ebben a hónapban várja azoknak a központoknak a jelentkezését, amelyek elvégeznék a beavatkozást. 24 órás rendőri felügyelet lesz a marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtéren. Június 1-től nagyobb létszámú és állandó ott tartózkodó rendőrségi egységgel látják el a repteret. Eddig csupán 8 órás volt a felügyelet. Új eszközökkel gazdagodott a Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatósága. Terepjáróval, 4 kerekű motorkerékpárral és 8 rend terepruházattal, valamint védőfelszereléssel látták el a csapatot. A projektet az Európai Unió környezetvédelmi ágazati operatív programja finanszírozta. A rossz állapotban lévő ingatlanok felújítására szólítja fel a lakosokat a székelyudvarhelyi önkormányzat. Azok érintettek, akiknek az ingatlanja a városközpontban van. Büntetéseket egyelőre nem oszt a hivatal. Agyteret címmel újabb térrendezési pályázatot hirdet a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Az egyik helyszín a Kisköved utca beágazása a Győzelem utcával való útkereszteződésig, a másik pedig a második Rákóczi-Ferenc utca és 1918. december 1 utca kereszteződésénél a körforgalom szomszédságában található tér. A lakosoktól várnak ötleteket, a cél, hogy a közterek urbanisztikai minőségén javítsanak, és mindenki számára tetsző közösségi térré alakítsák át azokat. Gyergyószent Miklósra érkezik a Megújuló épített örökségünk című vándorkiállítás. A tárlat az 1999 és 2012 közötti magyar vonatkozású építészeti örökségeket mutatja be. A Városi Könyvtárban hétfőn 18 órakor nyit a kiállítás.